Vendégem Háfara Noémia, Ferencváros átlövője, a magyar válogatott kiválósága. Szia! Sziasztok! Hát szombaton történt meg, mondhatjuk, a nagy csoda. Óriási gratuláció mindenek előtt. Köszönjük. Visszanézted már a mérkőzést? Milyen élmény? Vasárnap este jutottam hozzá, hogy visszanézzem. Addig meg még Hajdúszoboszlóra utaztam ki, mert a családom az ott töltötte azt a két hetet, amíg én ugye ott voltam a VB, vagyis Debrecenben voltam, és este lefeküdtem, és akkor mondtam, na most akkor visszanézem, és néztem aztán, de az első fél időt azt tovább lapoztam, azt mondtam, hogy az annyira nem fontos, inkább a második fél idő az, amiből nagyon sokat tudunk tanulni. Milyen élmény egy ilyen mérkőzés visszanézni, vagy mondjuk azt mondom, hogy 2-3 nap távlatában visszaemlékezni erre az óriási eredményre? Még tényleg most se hiszem el, hogy ez megtörtént velünk. Igazából nagyon jó élmény, még most is beszélgetünk a lányokkal, hogy úristen, mi mit csináltunk, és hogy mit értünk el, és hogy hogyan. Ugye az első fél időben 2-vel is vezettek a norvégok, valami történt a szünetben, aztán majdnem, hogy azt mondhatom, hogy óriási előnnyel, fölénnyel tudtátok megverni a norvégokat. Mi történt a szünetben veletek? Ki mondott valami olyas valamit, amitől mondhatom azt, hogy talán vérszemet kaptatok, vagy én nem is tudom? Igazából az első fél időben az volt a problémánk, hogy a kapust nem néztük, és nagyon sok zicsert hagytunk ki, zicserlövéseket, és a fél időben ugye bementünk az öltözőbe, meg a védekezésünk se volt nagyon tökéletes, és akkor elmondta Vova nekünk, hogy hogyan is kellene védekeznünk, meg mit kéne csinálni, és akkor én mondtam a csapatnak, hogy azért a kapusra figyeljünk, mert igenis nagyon könnyű gólokat tudnánk lőni, de igen, ott van a kapus, akit nem kéne eltalálni. Akkor ezek szerint nem azt kell elképzelni, hogy volt egy ilyen buzdító hegyi beszéd, hanem sokkal inkább csapattaktikai megbeszélés volt, hogy mire kell odafigyelni a második félidőben, és ez be is jött. Igen, ez volt, és meg tudtuk csinálni. Igaz, hogy nehézkesen indult a második félidő is, mert ott sorozatban kaptunk gólokat, de aztán egy pillanat alatt átlendültünk a másik oldalra. Ugye úgy játszottátok végig a világbajnokságot, hogy konkrétan cson nélkül mindenkit megvertetek. Mi ennek a sikernek a kulcsa, ha egyáltalán meg lehet ezt fogalmazni? Mit gondolsz? Nincs titkunk, hogy hogyan is, meg hogy hogy csináltuk. Igazából kisebb célokkal indultunk, hogy nyerjük meg a csoportot. Mindig meccsről meccsre építkeztünk, és azokat a hibákat javítottuk, amiket elrontottunk előzőleg a meccseken például, és tényleg minden meccsre tudtunk valami újat mutatni. Ugye Debrecenben zajlott a világbajnokság, hazai rendezési világbajnokság. Ilyenkor gondolom kint vannak a barátok, a családtagok, meg hát rengeteg magyar néző. Ez ilyenkor nyomás a vállatokon, vagy rendkívül nagy energiát ad, és egy óriási lelki plusz? Nagyon fura, mert én már játszottam ekkora közönség előtt, vagyis még ekkora közönség előtt nem játszottam, de hogy már nagyobb tömegek voltak kint, és valaki még csak most játszotta az első meccsét, ahol ennyien szurkoltak. Én azt hittem, hogy valaki majd félénkebb lesz, vagy stresszként fogja megélni, de mindenki annyira könnyedén játszott, és annyira nem érezte nyomásnak ezt az egészet, hogy igazából tudtunk menni, és mindenki örült, hogy gólt lőtt, hogy védekeztünk, vagy a kapus éppen védett, és szerintem ez volt benne a legjobb. Mérkőzések között ilyenkor mondjuk te, akár a többieknek, vagyis segítitek egymást, akár mondhatjuk azt, hogy lélekben felkészülni, akár egy ilyen szituációra, hogy ott lesz x ezer ember, és ahogy mondtad is, nem feltétlen mindenki játszott még ilyen tömeg előtt. Ilyenkor segítitek egymást, és leültök egymással beszélni is, vagy profizmus van, mindenki csinálja a saját dolgát, és mindenki magával foglalkozik. Igen, mindenki támogatott mindenkit. Én is voltam, amikor éppen rossz pacban voltam, és akkor odajöttek többen is, hogy megfogják a kezemet, és akkor gyerünk, csináljuk meg együtt. És ugyanez volt, szóval mindenki kölcsönösen ugyanígy foglalkozott a másikkal. Ugye bekerültél a világbajnokság államcsapatába, a döntőben, konkrétan holt versenyben a legtöbb gólt lőtted. Ezeket hogy éled meg? Nem hiszem el, nekem ezek nagyon nagy álmaim voltak, hogy én megkapjam ezt a kitüntetést, és még amikor az első Európa-bajnokságot játszottunk, én akkor tűztem ki, és minden évben lecsúsztam róla, és próbálkoztam, és meg akartam csinálni, és most beértem, és itt volt az idő, hogy megkaphassam, és megkaptam. Ugye ez volt az egyik álmod. Hogy látod, hogy az álmok útján most hol tartasz? Mi a jövő? Még vannak nagyon nagy álmaim.
egyelőre még nagyon az elején tartok, még nagyon sok minden van, amit el szeretnék érni az életben. Hát még egyszer egy óriási gratuláció, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy minden ilyen álmodat el fogod érni, és sok sikert a csapatnak, és neked is. Köszönöm szépen.